Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg testvéreim a mai vasárnap levélbeli igéjét, ahogy azt megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele 13. fejezetében, a 11. verstől a 14-ig a következőképpen. Tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ez az alapigény. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Szeretjük a gótikus és barokk szobrokat. A többségük úgy készült, hogy épületet díszítsen, főként templomot. És eleve úgy faragták ki ezeket a szobrokat, és úgy is helyezték el, pillérekhez tapadóan, oszlopoknak vetették ezek a hátukat, vagy számukra készült fülkékbe, bemélyedő fülkékbe helyezték el. A mozdulataikat is igazán az épület építési ritmusa magyarázza, abba illeszkednek bele a gótikus szentek, mintha égre törnének, a barokkok, mintha fordulnának, hullámoznának, ahogy az épület ritmusa mutatja. Igazán ezeket a szobrokat csak az eredeti helyükön tudja élvezni az ember. Ha úgy esik rájuk a fény, vagy úgy öleli körül őket a homály, ahogy azt eredetileg tervezték. Ha szabad térre állítják ezeket a szobrokat, vagy múzeumi millióben találkozunk velük, akkor igazában indokolatlannak érezzük a mozdulataikat, és megpillantjuk a szabad fénybe azokat a részeket, amiket a művész kidolgozatlanul hagyott, hiszen a falnak fordult a szobrok háta. Valami ilyen élmény indíthatta Babits Mihály szép versének a megírására, a keresztjén lélek elemzésre. Babits itt sok keresztjén nevében vallja, olyanok vagyunk, mint a templomi szobrok, azok a szobrok, amiknek a háta a falhoz támaszkodik, vagy falba mélyett fülkébe húzódik meg. Előről a néző szépnek lát, a néző szemére szépen ki van faragva az eleje, de a falnak forduló hát, amit senki nem lát, az darabos és durva. Pál apostol is hasonló gondolatot fejteget mai alapigénkbe, az éjszaka és a nappal ellentétéről beszélve, és arról a kétféle viselkedésről, ami ennek a két napszaknak megfelel. Az éjszaka leple alatt a sötétben minden csúfság megtörténhet, írja Pál. Folyik a dorbézolás és a részegeskedés, a perverzés, kicsapongó élet, és dúl az irigykedés, a marakodás, a veszekedés. Ismerjük korabeli feljegyzésekből és dokumentumokból a birodalom fővárosát, Rómát, ahová Pál ezt a levelet küldte. Még a magyar irodalomból is ismerjük,
hiszen Madács tragédiájának a római jelenete, ahol Péter apostol is megjelenik, tehát ugyanaz a kor Pálnak és Péternek a kora, ahova a levél ment. Ugyanezt a kicsapongást mutatja, amiről Pál ír. De Sienkiewicz jól ismert Quo Vadis-a, és Fellininek a filmje, amiben a nérói Rómát mutatja be. Mind-mind arról beszél, hogy egy rövid békekorszak, Augustus békekorszaka után milyen dekadens, milyen hanyatló lett ez a császárváros vele a birodalom. Hogy a gazdagjai és urai mennyire csak a luxust hajszolták, és azt sem tudták, hogy hogyan lehetne még rafinált ingerekkel kiváltani több vágyat új evésre és ivásra, szórakozásra és ölelkezésre. Így teltek az éjszakák. De ha jött a reggel, akkor az átdorbézolt éjszaka után a rómaiak fürdőkbe mentek, tisztességesen felöltöztek, és igyekeztek a tivornya nyomait eltüntetni. Babics arra szeretné rávenni a lélek elemző keresztjéneket, hogy ne legyen kétféle életük, hogy valamiképpen a személyiségüket körös körül szépen és türelemmel faragják ki, ne csak a szemnek mutató elülső részt. Pál apostol pedig arra szeretné indítani levele olvasóit, hogy az egész életük nappali élet legyen, az egész életük tiszta legyen, világos legyen, Krisztusi legyen. Pálnak a biztatáshoz egyetlen, de a maga korában nagyon is döntő érve volt. Ez itt az ideje felébredni az alvásból, mert közel van a hajnal, közel a nappal, közel van Krisztus visszaérkezése, közel van az Isten országa teljessége. Nem Pál volt az első, aki így érvelt. Tulajdonképpen népének története évszázadok óta egy nagy-nagy feszült várakozásban telt. Ismételten elhangzott a kiáltás, közel van a vég, közel van a kezdet. Közel van a jelen világ vége, közel van az újnak, az igazinak a kezdete. Fél évezreddel Jézus születése előtt, mikor a nép a babiloni fogságból hazatért, úgy érezte, hogy megbűnhötte a múltat és a jövendőt. Itt kell lenni, el kell jönni, küszöbön kell állni az Isten országa beteljesedésének. Aztán 168-al Jézus születése előtt, amikor a templomot idegen, hellenista, görög uralkodó megszentségtelenítette azzal, hogy az egyetlen Isten szentélyébe ezüst Zeus szobrot állított, akkor újra felkiáltottak, ezt az Isten tovább nem tűri. Itt a vég, betelt Istennél a mérték. Aztán még a 160-as években jelentek meg különféle röpcédulák hirdetve, már csak 40 év, egy emberöltő. Aztán ilyen, már csak 6 hónap. Aztán 44-ben, Jézus születése előtt, amikor Kleopátra Egyiptom trónjára lépett, ezzel egy nő világuralkodó lett, úgy érezték a zsidók, ez most már igazán a végnek a jele. Tovább az Isten nem tűri, amit ez a világ csinál. És aztán nagy Heródes került Izrael trónjára, és ő mesiásként hirdette meg magát. A nép viszont szenvedett zsarnokság alatt, és jajt kiáltott ismételten a templomba, híva az Istent, vessen véget ennek a történelemnek. És azután már Jézus életében, 30-ban, Pilátusnak a prokonzulsága alatt egy éjszaka kialudt a jeruzsálemi templomban a 7 ágú gyertyatartóban a láng. A vég jele
érezte mindenki. És most folytathatnám a sort, de talán ez is elég ahhoz, hogy lássuk a vég és a kezdet várásának a lázában élt Jézus kora és Pál apostol kora és népe. És a természetnek és a történelemnek minden jelenségét és eseményét azonnal úgy értelmezték, jel ez a végnek, a kezdetnek a jele. És a keresztjének is a várakozás lázában éltek. Az első húsvéttól kezdve azonnalra várták Jézust vissza. És mikor Pál ezt a levelet írja, már több mint 20 húsvétot megünnepeltek. Az éberség már kihúnyóban volt. Erről beszélnek az evangéliumi példázatok. Elalszik a násznép, elfogy az olaj a lámpákból. Duhaj mulatozás váltja fel az éber vigyázást egy-egy gondnoknak, sáfárnak az életében, ahogy az evangéliumok írják. Pál ebben az időben biztatóan szól, biztatóan és intően a felolvasott igényben. Biztat, ahogyan az őrségen álló katonát biztatják. Az őrségen álló katona várta a hajnalt. Zsoltárok is vallanak erről, amikor meglátták az ég alján a pirkadat, sávját, csíkját, megkönnyebbültek. Közel volt az őrség idejének vége. A csillagokhoz igazodva váltogatták egymást az őrök, és mind a négy égtáj felé figyeltek. Aki kelet felé fordult, az látta meg a pirkadat csíkját először, és jelezte a többinek az örömhírt. Pál ilyen kelet felé néző őr jelzi, mondja, közel van a hajnal, biztatásnak szánja. De nem csak biztatásnak, hanem intésnek is. Hiszen ha a világosság felragyog, az nem csak vigasztalás, hanem igény és elvárás is az emberrel szembe. Az az elvárás és az az igény, hogy találja az embert a világosság nappalhoz illő külsővel és nappalhoz illő tevékenységben. Pál apostol más leveleiben fejtegeti, hogy az idő rövidsége miatt vannak olyan dolgok, amiket már egyáltalában nem érdemes csinálni, hiszen közel az Isten országa teljessége. Már nem érdemes nyerészkedni, szerezni, gyűjteni, versengeni, irigykedni. És vannak dolgok, mondja Pál, amit pedig éppen azért fontos tenni, mert közel van mindennek a vége, és az újnak a kezdete. Fegyelmezetten, tisztán élni, összeszedetten, koncentráltan, várakozva élni. Pál apostol vigasztal, biztat, és int ezzel az érveléssel. Közel van mindennek a vége. De érezzük azt, hogy a mi korunkban ez az érvelés nem különösképpen találja szíven az embert. Talán nem kell mondanunk és hangsúlyoznunk, hogy keresztjének között és hívők között sem általános Jézus visszajövetelének a közeli jövőre való várása, vagy az Isten országa beteljesedésének, az üdvösség maradéktalan elnyerésének a sóvárgása. Ki a maga földi útját halálba hanyatlónak látja, és sírba szállónak képzeli magát, és egyáltalában nem reménykedik valami nagy fordulatba még az élet idejében. És azt sem kell bizonyítgatnunk, hogy a világias ember sem a természet, sem a történelem lejelenéseinek, eseményeinek a láttán nem az Isten történelmét és számolgatja azt, hogy mikor vet véget, mikor hoz fordulatot, vagy kezd újat az Isten, hanem kedvező és kedvezőtlen fordulatokban a történelemben az ember sikerét,
vagy az ember bűnét látja, és azt olvassa le a történelem haladásáról. Mit üzen hát nekünk ilyen körülmények között Pál apostolnak a levele? Mégiscsak azt üzeni, hogy itt van az idő arra, hogy új emberré váljunk. Itt van az idő arra, nagyon is itt van az ideje, hogy megjelenjék az új ember, egy új ember típus. Itt van az ideje annak, hogy kezdjük végre kimunkálni igazán önmagunkat. Mindig aktuális, hiszen mindig újra is kell kezdeni. De minden kezdetnél azt a kérdést is fel kell tenni, hogy egyáltalában egyszer is halálos komolyan vettük-e ezt, hogy új emberré kell válni, hogy új ember típusra van a világnak, az emberiségnek szüksége, hogy vár a világ az Isten fiainak a megjelenésére, és hogy nekünk magunkon kell kezdeni az új ember kiformálását. Törekednünk kell, ezt üzeni, ez az ige ma számunkra, hogy az életünk valami szép, harmonikus, egyetlen egységet képezzen. Ne legyen külön olyan része, ami elrejteni való mások szeme elől, és ne legyen egy másik része, amit látványként oda tárunk és kínálunk az emberek elé. Legyünk becsületesek, és legyünk őszinték Isten előtt, önmagunk előtt és az emberek között. Valamiképpen adjunk teret az életünkben a jobbik énünknek, tegyük azt általánossá, a fénynek kitett oldalt, legyen minden oldal olyan, amit ki lehet tenni a fénynek. Igyekezzünk olyanná válni, amilyenek lenni szeretnénk. Olyanná válni valóságban. Régen sokszor egy-egy gyermek számára olyan nevet kerestek, amelyik névnek volt már olyan viselője, aki példamutató modell lehetett a gyermek számára. Valamiképpen a példaképet, az utat is megkapta a gyermek a nevével. Lehet nekünk is így viselnünk azt a nevet, amit viselünk, amit vallunk, vagy amit rólunk mondanak, hogy keresztjének vagyunk, hogy Krisztus nevét viseljük, hiszen Krisztust öltözi fel az, aki a keresztségben részesül, aki keresztjénné lesz. A Krisztus felöltözése ezt jelenti, egyek leszünk vele. És előttünk a minta, és előttünk az út. Ő maga a minta, ő maga az út, amin járnunk kell, akit követnünk kell. Advent első vasárnapja van. Legkedvesebb ünnepünkre kezdünk készülni. Ez az első foka a készülődésnek. Ébredjünk fel. Ébredjünk rá egy új szakasz kezdetén arra, hogy az időnk és az életünk arra adatott, hogy kimunkáljuk az elénk adott Krisztus arcot önmagunkon. És ez lehetséges. Az evangéliumból hallottuk, hogy Jézus Názáredben, Ézsaiás proféta könyvéből olvasva, a könyv proféciáira vonatkozva ezt mondta, beteljesedett. Ő vele a jövő jelenné vált. Mi beteljesedett jelenbe élünk. Éljünk ennek megfelelően. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked egyházi esztendőnk küszöbén, hogy hangzik közöttünk evangéliumod. Áldott légy az új kezdetért. Add, hogy egészen a tiéd legyünk, őszinte bűnbánatban, és a tőled vett
új élet örömébe. Hallgass meg minket, Istenünk. Amen.